a 20. század közepéig fennálló népi önellátó gazdálkodásban a fenntarthatóság teljesen ösztönös, természetes alapelv volt. Ez az életmód, gazdálkodásmód, a fenntartható életvitel ma is alkalmazható gazdag példatára. Minden szerves kultúrában az ott lakók a helyi erőforrásokat használták. A településen az élet legfontosabb szintere a családi porta. Ez a ház, amelynek a portáján ülünk, az 1800-as évek végén épült, hangulatos, a patak keresztül szeli, az erdő tőle 15-20 méterre van, tehát minden tekintetben egy mai családnak is ideális lakhelyül szolgálhat. Teljesen alapelv a hagyományos népi építészetbe, és hát ez a fenntarthatóság mai elveinek is teljes egészében megfelel, hogy mindig a helyben található építőanyagokat használták föl, és így mind a falazat anyaga, ugye helyi anyag ennek a háznak, főleg a föld és az abból előállított vályog, mind pedig a tetőzet, tetőt lefedő anyag helyi kell legyen. És hát most nézzük meg, hogy az egyik leggyakrabban, vidékünkön leggyakrabban használt falazóanyag, építőanyag, a vályog, az hogyan készült. A vályognak az alapanyaga a sárga föld, agyagos föld, ez minden falu, szinte minden falu határában megtalálható volt, és a cigányok voltak ennek a mesterei. A falu szélén megásták megrendelésre ugye ezt a bányát, és kitermelték a sárga földet, és elkezdték locsolni. A földbe bele kellett keverni szalmát, gabonaszalmát, pejvát, töreket, elég nagy mennyiségbe. Ez tulajdonképpen így összefogja, erősíti az agyagot. Aztán ez, amikor jól ki van dolgozva, akkor bele préselték az úgynevezett modlába. Mutattam is. Ez egy keret, egy egyszerű fenyőfából készült keret, majd abból vagy a modlát kivették róla, levették róla, és gúlába rakva szellősen szárították napon. Tehát a vályognak az a lényege, hogy helyi anyagból épült, és nem kell égetni plusz energiával, hanem egyszerűen szárítással. Előnye, hogy nagyon időtálló, ha nedvesség nem éri a házat, vagy a vályogot, akkor évszázadokig ugyanígy megmarad szilárdan. Mellesleg jó hőtároló képessége, jó szigetelő képessége van. Az utcán sétálunk, végignézzük. Nagyon fontos, hogy egy háznak a fekvése milyen, hogyan teszik le a ház alapját. A tájolásra nagyon figyeltek. Általában a hosszú oldalát délfelé tájolták, nyilván azért, hogy a nap jól be tudja napozni, ezáltal a meleget teljes egészében, a napmelegét ki tudja használni. Tehát észak-déli tájolású a hosszú oldala, aztán sorba az építmény után fűzték fel a gazdasági épületeket, először is ugye a kamra, istálló, és mindenféle ólak következtek. És a legvégén a portán, általában gömörbe, keresztbe a portára, a porta hosszára emelték fel a legnagyobb, de minden portához tartozó építményt, a csűrt. Magyarországon, hogyha most végigmegyünk a településeken, akkor nincs különbség dunántúli, észak-magyarországi falukép között. Régen ez nem így volt. Minden tájegységnek megvolt a jellegzetes építészeti arculata. Ma sajnos ezt az arculatát ledobták a települések, levetette ezt az arcát, és hát sok településen, köztük van Gömörszőlős is, nagyon sok régi építésű lakóházat őriztek meg eredeti külső formájukban.
És akkor térjünk vissza a lakóházra. Ez egy kőtornácos épület, egyébként védett műemléki épülete a falunak, és nagyon szépen rendbe tették a mostani gazdái. Nagy vastag falhoz ugye a régi technikával nem lehetett nagy ablakokat berakni, így az ablakok a ház falazatához, a ház méretéhez képest viszonylag kicsik, osztottak, és tokosak, tehát dupla rétegűek. Így a hőszigetelés szempontjából ez teljesen rendben van. A hagyományos lakóház tetőzete általában egyszerű formájú, a ház hosszában futó úgynevezett nyeregtető. Eleinte rozsszalmával fették a házakat, azt természetesen mindenki megtermelte magának a földjén, későbbiekben pedig a cserép váltotta föl a gyúlékony és sokszor tüzet okozó rozsszalma fedést. A cserép az is a környékbeli cserépgyárakból, tehát nem nagy messzeségről szállították, származott, és régen a kerekített, úgynevezett hótfarkú cserép volt az elterjedt és általános. A csűr mellé a rendes gazda szárazon tart tartalék cserepeket, és hát itt is itt van, éppen a hótfarkú cseréből egy kupac szépen lerakva. Na hát ez a legegyszerűbb, legrégebbi cseréptípus, csak egy kampja van, viszont duplán kell rakni, mert hogy az illesztési hézagok mentén különben a víz az befolyna, tehát ezeket az illesztési hézagokat is le kell fedni, tehát így dupla rétegbe. A tető alatt a padlástér van. A padlástérnek ugye több funkciója van, hát egyrészt jól járható, és az esetleges tetőhibákat, cseréphibákat szépen ki lehetett egyszerűen javítani, másrészt pedig ez a felső tető, ezt a napmelege nagyon könnyen átmelegítés, az alatta lévő tér az mindig száraz és meleg, tehát nagyon jól lehetett szárítani, asszalni, zöld növényeket is, fűszereket is, mindent a padlástérbe szárítani, és hát tárolni is. Az udvar gazdasági épületei közül az istálló a legfontosabb. A 20. században épített istállókat már tömör téglából építették, gyakran téglakirakásos díszítéssel. Eredendően ugye a csűret a gabonák szárazon tartására építették, majd pedig miután a cséplést cséplőgéppel csinálták, cséplőgéppel végezték, ezek után a értékesebb takarmányokat rakták a csűrnek a két jobb oldali, illetve bal oldali fiókjába, a központi rész pedig megmaradt egy nagy szabadtérnek, ahová szekerekkel be lehetett állni. Önellátó gazdálkodás folytató állattartó családnak mindenképpen kellett, hogy legyen csűr a portáján, és hát itt Gömörbe minden porta végén a csűr még ma is szinte minden porta végén megmaradt és áll. Ahol már nincs gazdálkodás, ott is ajánlatos ezeket a nagy faszerkezetű épületeket megőrizni. Rendkívül érdekes, mert tölgyfából rótták, ácsolták, és olyan módon, hogy ezeket bármikor, hát nem bármikor, de viszonylag könnyen, egyszerűen szét lehet szedni, és egy másik helyen újra összerakni. Különféle falazási, nagyon archaikus falazási módokat lehet tetten érni egy ilyen csűr falazatán. Van ravásfala, van pacsitfal, veszőfonásos fal, tapasztott fal, és ezeket mind házilag meg lehetett csinálni, és meg lehet csinálni.
És hát bármi más építménynek is a falazási módját ebből ugye le lehet képezni. Itt van például az egyik ősi falazási mód. Két függőlegesen beácsolt gerendába belevéstek két oldalról, ha két irányba ment a fal, egy vájatot, belerógtak egy vájatot, és ebbe a vájatba egyszerűen bele, most ki is emeltem innen egy elemet, bele rakták a falazati elemeket. Ez most csűrfal, de egyébként házat is építettek ilyen módon, ilyen fallal. És akkor nézzük meg a nagy tölgyfa gerendákat, hogyan ácsolták össze, hogy szétszedhető legyen. Megjelölték római számokkal a megfelelő gerendákat, és úgy látom itt a 25-ös, és itt is a fölmenője a 25-ös római számot kapta. Na, tehát a csőrnek a tódaléka a pejvás volt. Itt a csépléskor ugye a szalmát és a gabonának a toklászát külön gyűjtötték. Az a szúrós anyag, ami a gabonát beborítja, az a pejva, és hát ezt sok mindenre használták. Tapasztáskor a sárba mindig kellett pejvát is rakni, ez olyan, mintha a homokba cementet raknánk, tehát a kötést biztosítja, meg könnyíti is a sarat. Tűzifát száraz helyen, a porta végén, fás színben tartották. Minden család törekedett arra, hogy legyen saját kútja. Kerekes vagy gémes kút szerkezettel emelték ki a háztartáshoz és az állatoknak a vizet. A kerítést is helyben fellelhető anyagokból építették, legegyszerűbb típusai a fonott sövénykerítés, a pacsit kerítés, léc és deszka kerítés. Az évezredes tudáson, generációk tapasztalatán nyugvó tárgyi szellemi örökségünk európai mércével is egyedülállóan gazdag és változatos. Mindannyiunknak adott a lehetőség, hogy megismerjük és mai életvitelünkben hasznosítsuk őseink környezettel való együttélésének kultúráját.